Egyhangulag fogadta el az RMDSZ az Erdély 2030 cím alatt szereplő új stratégiai dokumentumot, amely a 2023-2030-as időszakra vonatkozó legfontosabb feladatokat tartalmazza. Ezeket a szövetség Temesváron tartott kongresszusán ismertették. A 2023-2030-as időszak fő feladatait tartalmazó új stratégiai dokumentumot fogadott el egyhangulag 16. kongresszusán szombaton Temesváron az RMDSZ. A felzárkózás évtizede című politikai program kiegészíti a már meglévőt. Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke elmondta, sem az alapszabályzathoz, sem az RMDSZ programjához nem akartak ez alkalommal hozzányúlni. Azok hosszú távon érvényes dokumentumok, amelyeket nem kell minden kongresszus alkalmával felfrissíteni, viszont jövőképet kellett megfogalmazni. Azt fogalmaztuk meg, hogy mit is jelent a felzárkózás évtizede, amelyben vagyunk, hogy hogyan tudunk fejlődni, és hogy minden szakterületen, minden fontos területen tulajdonképpen melyek azok a prioritások, amelyeket Európai Uniós alapokból és a kormányzás által az országos költségvetésből tudunk finanszírozni Erdélyben, úgy, hogy 2030-ra Erdély tudja felszámolni azokat a történelmi lemaradásokat. A dokumentum egyes fejezeteit a szövetség több vezető politikusa ismertette. A negatív demográfiai folyamatok ellensúlyozására célként tűzték ki a fiatalok gyerekvállalásának támogatását, a családok helyzetének javítását, és a program kiemeli a társadalmi szolidaritás fontosságát is. Cél még az értékek megőrzése, a társadalmi-gazdasági modernizáció, az önálló, teljes értékű magyar társadalom megteremtése és fenntartása. Külön célként említi a program a kisebbségi jogok bővítését és gyakorlatba ültetését, a kisebbségi törvény elfogadtatását, a nemzeti szimbólumok kérdésének rendezését, a meglévő jogok érvényesítését. A kisebbségi törvény elfogadásához ki kell alakítanunk a megfelelő feltételeket, partnereket, szövetségeseket kell találnunk a román társadalom, a román politikusok többségének körében. A jogeszközeivel kívánunk fellépni minden olyan esetben, amikor szerzett jogaink sérülnek. A dokumentum 10 fejezetben tárgyalja továbbá a következő időszak tennivalóit az oktatásra, családpolitikára és szociális kérdésekre, ifjúságra és sportra, külpolitikára, gazdaságfejlesztésre és turizmusra, mezőgazdaságra, egészségügyre, önkormányzatokra és településfejlesztésre, valamint környezetvédelemre és kultúrára vonatkozóan.